nem fogunk blokkolni olyan döntéseket a NATO-ban, amelyek eltérnek a magyar helyzet értelmezéstől, jelentette ki Orbán Viktor, miután a NATO főtitkárával tárgyalt. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, azt is megerősítették, hogy minden NATO területen kívüli akció csak önkéntes jellegű lehet. Kaiser Ferencet kérdezzük. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt van. Azt is mondták a felek, Stoltenberg NATO főtitkár maga is, hogy a NATO elfogadja Magyarország álláspontját, miszerint az nem kíván részt venni az Ukrajnának nyújtandó sem katonai, sem pénzügyi támogató műveletekben. Ezek milyen műveletek, amik arról felmentést kapott most Magyarország? A NATO úgy együttesen is, de különösen tagállami szinten nagyon komoly segítséget nyújt Ukrajnának. Kiképzésben, fegyverszállításokban, hírszerzésben. A szervezet eddig szervezeti szinten kevesebb dologba tudott beleállni. Most van egy ilyen törekvés, hogy egyre több mindent átadni a NATO-nak, eddig az Egyesült Államok vezetett, de van egy nagyon komoly félelem, hogyha Trump nyeri a választást, akkor az amerikai hozzáállás megváltozik, vagy nem lesz annyira elkötelezett az Egyesült Államok Ukrajna támogatásában. Ezért amit lehet, addig NATO-sítani kell. Uh-huh. Tehát kivenni egy kicsit az amerikaiak alól, mert eddig ők voltak a vezető nemzet, és szövetségi szintre emelni. Ez viszont csak úgy működik, ha ebben az összes tagállam együtt egyetért. Vagy ebben az esetben úgy működik, hogyha Magyarország azt mondja, hogy nem szavaz ellene, cserébe azért, hogy nem köteleztek semmire. Ez nagy siker Orbán Viktor számára, és ezt abban az összefüggésben kérdezem, hogy vannak erre precedensek, hogy a NATO bár egységes, és bár együtt mozog, de néha valaki mégsem. Hogyne, több is. Számos NATO tagállam nem vett részt az iraki misszióban, nagyon sok NATO tagállam eleve az iraki beavatkozást is ellenezte, a németek például, vagy a franciák kifejezetten. Olyan is volt, egy kormányváltás követően NATO tagállam egy oldalon kivonult, például a spanyolok Irakból, vagy az afganisztáni misszió esetén is. Tehát ez teljesen természetes, a NATO nem egy autoritár szövetség, gyakorlatilag minden tagállamának meg van hagyva az önálló döntéshozata a lehetősége. Ez alól nyilván egy kivétel van, hogyha valaki megtámadja a NATO-t, mert akkor kötelező a megtámadott országnak segítséget nyújtani. Előtte is van egy konzultatív tanácskozás, de ha mondjuk az oroszok megtámadják a Baltikumot, akkor nagyon nehezen tudjuk azt mondani, hogy nem avatkozunk be, de ennek matematikai esélye sem nagyon van. Nyilván azt, hogy Stoltenberg itt járt Budapesten, és hogy pont most, annak az az egyik magyarázat, hogy megvoltak a választások, tehát viszonylag egyszerűsödni látszanak bizonyos dolgok, tehát az európai parlamenti részvétele a magyar kormánynak, és így tovább, és így tovább. Meg hát közeledik egy ukrajnai béke tárgyalás, amivel kapcsolatban nyilván egyeztetni kellett. Nem akarom belesodorni a belpolitikai vitákba, tudom, hogy különösebben nem az én világom. De azt azért mondja el nekem, hogy közelebb jutottunk a háborúhoz, vagy közelebb jutottunk a békéhez a választási eredmények által? Semmit nem befolyásolnak a magyarországi választások. Hát ki, mi most is kint vannak a plakátok? Semmit. De erről nem kívánok többet mondani. Azért kérdezem, mert ugye most lesz egy béke konferenciát, nyilván van egy megerősítése a magyar kormánynak, hogy a magyar nép támogatja azt a politikát, amit képvisel. Na ugye. Tehát akkor most oda tud menni, és azt tudja mondani, hogy legyen béke. Hát a legyen béke kérdésben már rég túllépett a dolog Európán, tehát Oroszország tudja eldönteni, mikor lesz béke. Kína, ha leáll Oroszország támogatásával, az is nyilván, ha a nyugat nem támogatja Ukrajnát, akkor Ukrajna relatíve gyorsan veszít. De ha Kína nem támogatja Oroszországot, akkor Oroszország meg nem tudja tovább folytatni a háborút. Tehát itt gigászok állnak egymással szemben, amikhez képest Magyarország akár népességét, akár GDP-jét, akár katonai képességeit tekintve egy pici nemzet. Itt legfeljebb lehetne egy jó ötletünk, de sokkal többet nem tudunk tenni, ha jól értem. Hát, ahogy egy közép-afrikai mondás szokta volt mondani, gyakran hivatkozok rá, hogy amikor az elefántok verekednek, sosem jó fűnek lenni. Tehát itt a térségben ezek a kis országok, ezek mind a fű. Amerika és Kína és az Egyesült
államok és Európa megpróbálnak valamiféle olyan közös koordinált mozgást látszólag itt a békekonferencia előtt végezni, amiből kisülhet valami. De hát itt közben ellenérdekeltek egymással szemben, tehát látszik az, hogy blokkolja az Egyesült Államok, vagy igyekszik blokkolni gazdaságilag Kína törekvéseit, az Európai Unió hogy próbálkozik ellenállni Kínának. Lehet itt együttműködés? Valódi? Muszáj. Abból a szempontból muszáj, hogy a globalizált világban ezek a hatalmi tömbök, gazdasági pólusok egymás legnagyobb kereskedelmi partnerei. Tehát hiába van nagyon sokszor komoly diplomáciai szembenállás, nagyon nehéz bármilyen amerikai gyártmányt, európai gyártmányt, vagy kínai gyártmányt elővenni, amiben nincs vagy technológia, vagy alkatrész, ami a másik gazdasági pólusból érkezett. Tehát olyan szinten összefonódott, globalizálódott a világgazdaság, hogy ezek a pólusok függnek egymástól. Nyilván mindenki igyekszik több teret nyerni a másik kárára, de mindenki arra is nagyon figyel, hogy bizonyos szinten túl ne vigye el a feszültséget, mert egy kereskedelmi háborúnak egyébként Kína lenne a legnagyobb vesztese, mert Kínának a prémium piacai azok az európai országok, meg az Egyesült Államok. Tehát hát, a legtöbb pénzt onnan szerzik. A Covid idején viszont emlékszünk arra, hogy az, hogy Kínából ez nem jött, meg az nem jött, az milyen persze, alapvető dolgokban. Abszolút, tehát ez egy kölcsönös függőség, így van. Kínát rá tudja venni az Egyesült Államok és az Európai Unió együtt vagy külön-külön arra, hogy az orosz támogatást függessze fel, hagyja abba, csökkentse? Nem. Megmondom miért, mert az Egyesült Államoknak Kína az első számú ellensége. Tehát 2011 óta még Hillary Clinton külügyminisztereként és akkori elnök Barack Hussein Obama közölte, hogy Pivot Pacific, az Egyesült Államok fő kihívója Kína. Ez Kína is tudja, Kína ráadásul amerikai pozíciókat akar megcsípni, tehát gyakran el szoktuk mondani, hogy a Nyugat Ukrajnával háborúzik az oroszok ellen, Kína meg Oroszországgal háborúzik a Nyugat ellen. Tehát az, hogy most az egész Nyugat, a nyugati világ élen az USA-val, Ukrajnára, meg Oroszországra, meg egyébként Gázára, meg Izraelre figyel, az Kínának jó, mert ők közben terjeszkedik Közép-Ázsiában, meg Afrikában. Tehát Kína ennek a konfliktusnak egy relatíve nagy nyertese, és neki, ami most van, az tökéletesen megfelel. Hogy lesz itt béke? Mitől lesz itt béke? Hát, ha két-három opció van, az egyik, hogy Ukrajna összeomlik és veszít, milliós, hanem 10 milliós ukrán menekülte meg az údon Európára. B-verzió Oroszországban egy rezsimváltás, ez sem túl valószínű. A C-verzió, hogy belefáradnak a felek, de az még 2-3 év is lehet. 2-3 év? 2-3 év. Az idejében... Addig a világ hajlandó-e támogatni Ukrajnát? Mert az, hogy 2-3 év legyen, annak ez az egyik feltétele. Az idei év az megvan, tehát az amerikaiaknál ez a 61 milliárdos csomag az nagyjából az idei évet megoldja, és látni, hogy az USA eddig kb. 180 milliárdot adott és fogadni év végéig. Ezt nagyjából egy 75 ezer milliárdos GDP-ből költik el. Tehát amerikai szempontból ez a 180 milliárd, ez apró pénz. Ugyanebben a három évben csak a Pentagon, csak a védelmi tárca kb. 2700 milliárdot fog elkölteni. A NATO főtitkár budapesti látogatása arról szólt, hogy el akarja érni, hogy Orbán Viktor ne vétózzon? Igen, mert jön a csúcs. Tehát a NATO csúcs előtt mindent le kell tisztázni. Nem kizárt egyébként, hogy az utódlásról is szó van, ugye Stoltenberg 14 óta NATO főtitkár, és évek óta szeretne visszavonulni, mindig egy-egy évet kell hosszabbítani, mert nem nagyon találnak a jelöltet, aki mindenkinek megfelelne. Nyilván a fő téma egész biztos az ukrajnai kérdés volt, de nem kizárt, hogy szóba került a főtitkár utódlásának a kérdése is. Kaiser Ferenc, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.